Újra bálnavadászatba kezd Japán. Miután több évtizeden keresztül hiába próbálta átvinni érdekeit a Nemzetközi Bálnavadászati Bizottságon, szerdán hivatalosan is bejelentették, hogy kilépnek a testületből. A japán kabinet főtitkára szerint a bizottság kompromisszum képtelensége miatt döntöttek így. A kizárólag a bálnák védelmére összpontosító országok nem voltak hajlandóak megfontolni érveinket és egy közös pontra jutni. A szeptemberi tanácskozáson nyilvánvalóvá vált, hogy nem lehet egyeztetni a különböző nézeteket, fogalmazott Suga Yoshihide. Japán 1988-ban csatlakozott a kihalás fenyegette állatokat védő Nemzetközi Bálnavadászati Bizottsághoz. A moratórium ellenére azonban a kiskapukat kihasználva, tudományos kutatás címén így is elejtett évente 450 bálnát. Ezeknek a húsát aztán eladhatták éttermeknek, feldolgozó üzemeknek.